új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Uralkodik az Úr, vigadjon a föld, örüljön a sok sziget, felhőn sűrű köd van körülötte, igazság és jobb trónjának támasza, az egek hirdeti, igazságát minden nép látja, dicsőségét. Ez a 97. Zsoltár, első, második és hatodik verse. Isten tiszteletünk kezdetén a 335. dicséretet énekeljük. 335. dicséret így kezdődik. Szent, 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 szent az Úr neve. Készül, és közben Boriért, aki ugyancsak élete egy nagy útjára készül. Zsuzsiért imádkoznék, Tosza Zsuzsiért, Balázsnak van. Emlékezzünk Zsuzsára is, és Balázsra is. Állát szeretnék adni Néonapos Csenge és Dóri unokánkért, és imád szeretnék kérni Beteg Csabakért.
de ki volt a másik, Veronika és? Dada. Dada? Dada és Julika. Dada és Julika. Emlékezzünk meg ma is Pitu Rolakinek magának születésnapja, 97 éves születésnapja, akinek elkészítettünk. Igen, a megköszöntő Zsoltárnál jutott eszembe, Pitu bácsinak, igen. Ma van a születésnapja, a 97. igen. Fekete Ferinél jártam tegnap, és ígértem, hogy megemlítem itt a gyülekezet előtt. Ő élműtétre ment be a kórházba, de ott utolsó pillanatban derült ki, hogy sokkal nagyobb szívműtétet kell végrehajtani nála az intenzív osztályomban, neki elégítőnek állapotban. Őre is gondoljunk. És hát ma mennek be és kórházba a szülők, akiknek a gyermekeit tegnap hozták meg Veronából. Gondoljuk rájuk, mert ez egyszerű pillanat lesz mindenki számára, akkor is, hogyha a tragédia nem most történt, imádkozunk testvéreinkért. Huza Károlyra is gondoljuk, aki szintén egy súlyos műtéten esett át, és a Székesfehérvári kórházban van, egy kis segítse meg az Úr. Gondolunk arra a sofőrre, a buszsofőrre, aki annyira összeégett, hogy egyáltalán csak a külön vizsgálat kellett, egyáltalán fölismerjük a sofőrre. Erre szokott imádkérni. Igen, a sofőrökkel. Igen, nem tudjuk a nevét neki, és említem most, hogy mához egy hétre búcsúznánk itt Pócsi Gyurtól az Isten tisztelet keretében, gondoljunk az ő gyermekeire és Júlira és Zsoltra, ebben az új igazgatást is előtt az ő számára is. Maradt-e valakiben még valami kérni, vagy említeni való? Köszönöm, és Anikaért szeretnék imádkozni, mert még mindig nincs jól. Kikért? Aniért. Anikaért, igen. És a másik pedig az, hogy a unokám Gábor, mondjomban nem nagyon akarják befogadni az iskolába, és kérem az Urat, hogy egy kicsit nagyobb türelmet adjon a gyereknek. Most el akarja az anyukája menni másik iskolába, az igazgató kér, hogy ne vigye el. De nagyon-nagyon nem szeretném, hogy elpiszkálják itt a gyerekek, és a Regináé
Szürke Opera Szerda, Műtik a szemem előtt. Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened, te közüled, a te atyád fiai közül olyat, mint én, azt hallgassátok. Mind aszerint, amint kérted az Úrtól, a te Istenedtől a Hóreben, a gyülekezésnek napján mondván, ne halljon többé az Úrnak az én Istenemnek szavát, és ne lásson többé ezt a nagy tüzetet, meg ne hallja. Az Úr pedig mondta nékem, jól mondtátok, amit mondtad. Prófétát támasztott nékik az ő atyuk fiai közül, olyat, mint te, és az én igéimet adom annak szájával, és megmond nekik mindent, amit parancsolok nékik. Álljunk fel és tűnjük. Minden akkor, hogy örökké való Isten, mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, ezért a napért, a verőfényért, a csendért, a közösségért, a te igéd még mindig megszólaló üzenetéért, a bennünket körülvevő békességért, vagy az erőért, amit a próbatételekért között adsz. Köszönjük a mindig megújuló hitet, hogy megbocsátottak bűneink, hogy örök életet ígértél. Köszönjük neked, hogy újra és újra arra is kapunk ösztönzést az ige által, hogy kilépve ebből a békességből és ebből a csendből vigyük a te üzenetedet szavainkkal és életünk példájával a világ felé. Áld meg ebben minket, hadd őrizzük meg érzékenységünket, rád figyelést, és azt is köszönjük, hogy te profitát támasztottál népedből népednek, és aztán az egész világ okulására és hozzánk is eljuthatott így a te szent üzeneted. Hadd legyen figyelmes a mi életünk, törekedve mindannak a megtartására, amit elénk adtál, és most imádkozunk ígytel együtt Ágiért, aki távol van, és Boriért, aki esküvőre készül, áld meg gazdagon az ő életét, boldogságát. Imádkozunk Zsuzsáért, gondolunk Balázsra és a szülők család fájdalmára ezzel kapcsolatban. Hiába a névnaposokra, Csengére és Tóri unokáira gondolunk, és Csabáért imádkozunk, aki beteg. Edével emlékeztetünk téged Veronikára, Dannára és Julikára, Krisna tudatú testvéreinkre, akik a szegényekért munkálkodnak, s akikkel együtt adományokat vitt a számukra. Utas nénivel emlékezünk Pityi bácsira, aki ma 97 éves, áll meg az életét. Hívával Erikáért imádkozunk, akinek folyik a kezelése, áld meg, erősítsd meg őt. Magdival hálát adunk egyházunkért, és gondolunk betegeinkre, imádkozunk Istvánért és családjáért, Áronért, és imádkozunk Ábelért, Dánért.
Lucsira, Líviára, Fekete Feriért és Gyöngyért is így imádkozunk. Kérünk, adj erőt a velünk áldozatok szüleinek, hozzátartozóinak, akik most ebben az órában, ezekben az órákban átveszik szeretteik testét, Uzakállóra gondolunk rá, meg őt is, kórházi áldjon, és kérünk téged a tragikus buszvezető sofőrért is. Imádkozunk Kócsik Júli családtagjaiért, kérünk téged Zsoltért és Júliért, Sárikával, unokájáért, Gáborkáért és Regináért imádkozunk, akik a távolban a beilleszkedésért küzdenek, gondolunk Karikára, erősíts meg őt, kérünk, és Erzsében imádkozunk a szem operációjára készülve, segíts meg őt ebben. Mi Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, úgy a Földön is, hogy minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Folytassuk Isten tiszteletünket, a 176. Kicséretet énekeljük, ez új énekünk lesz, tartsa meg Úrunk szent igényben. Így kezdődik az ének. Kérjük Zolit, hogy először csak egy ujjal a dalmat játssza nekünk, hogy megbarátkozzunk a dalmammal, és aztán utána megfelelően énekel. Thank you.
közös jelenlévő és az ige hirdetés felvételről hallgató gyülekezet ma eltérően a bulletinben jelzett igétől, a textus mégis máshonnan, Jeremiás könyve 46. részéből, a 13. verstől kezdődő szakaszból, a 28. versig tartó mértékben vettem. Hallgassuk meg a Szent Igét felállva, Jeremiás 46. 13-tól. Az a szó, amelyet az Úr Jeremiás prófétához szólott, Nabukodonozornak, a babiloni királynak eljövetele felől az Egyiptom földének megverésére. Hirdessétek Egyiptomban, és híreztelétek Migdolban, híreztelétek Nófban és Tafnezben, és ezt mondjátok, állj elő és készíts fel magadat, mert fegyverem észti meg a te gyülekezeteidet. Miért veredtek le a te erősségeid? Nem állhattak meg, mert az Úr rettentette el őket. Megsokasította a tántorjút, egyik a másikra hullott, és ezt mondották, kelj fel és menjünk vissza a mi népünkhöz és a mi szülőföldünkre az erőszakoskodó fegyver ellen. Ezt kiáltják akkor. A fáraó Egyiptom királya, a háborúságnak királya elhaladta a rendelt időt. Élek én, azt mondja a király, akinek a neve seregek ura, hogy mint a Táborhegy áll a hegyek között, és mint a Kármel a tenger között, úgy jő el. Készíts magadnak elköltözésre való edényeket Egyiptom leányának lakosa, mert Nóf elpusztul, és megint lakatlanná lesz. Szép üszőtínó Egyiptom, de pusztulás tör rá észak felől. Még zsoldosai is olyanok ők közöttük, mint a hizlalt borjuk, de ők is meghátrálnak. Egyetemlegesen elfutnak, meg nem állanak, mert romlásuk napja jön reájuk, az ő megfenyítetésük ideje. Az ő szava, mint a csúszó kígyói, mert nagy sereggel indulnak, és szekercékkel jönnek ellene, mint a faváltók. Kivágják az ő erdejét, azt mondja az Úr, mert beláthatatlanok, mert többen lesznek, mint a sáskák, és megszámlálhatatlanok. Megszégyenül Egyiptom leánya, északi nép kezébe jut, ezt mondja, a seregek ura az Izrael istene, imé én megfenyítem Noamon, és a fáraót, és Egyiptomot, és az ő isteneit, és királyait, mind a fáraót, mind azokat, akik bíznak benne. Odaadom őket az ő lelkük keresőinek kezébe, és Nabukodonozornak, a babiloni királynak kezébe, és az ő szolgáinak kezébe, de azután úgy lakoznak abban, mint az előtt, azt mondja az Úr. És te ne félj, ó, én szolgám Jákob, és ne retteg Izrael, mert imény megszabadítalak téged messziről, és a te magodat is az ő fogságuk földjéről, és visszatér Jákob, és megnyugszik, és békességben lesz, és nem lesz, aki megijessze. Ne félj, te, ó, én szolgám Jákob, azt mondja az Úr, mert én veled vagyok, mert véget vetek minden nemzetnek, akik közé kivetettelek téged, néked pedig nem vetek véget, hanem megverlek téged ítélettel, mert nem hagyhatlak teljesen büntetés nélkül. Eddig olvassuk a Szent Igét, tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, ma a vendégünk a mazsilisz alelnöke lesz, férjével együtt. Nem érkeztek meg az Isten tiszteletre, majd nyilván utána a beszélgetésre ide érnek. Arra gondoltam, hogy ha véletlenül az Isten tiszteleten részt vennének, akkor abból az igéből választok valamit, ami a tegnapi nap, tehát szombat szakaszra volt, Mózes második könyvéből, a 10. résztől van a bó jelzésű heti szakasz, szidra, ami a 8., 9., 10. csapás és a páska bárány elrendelése első elfogyasztásának a története. Erre emlékezünk többek között az úrvacsorai közösségünkben is, és ennek kibővült értelmét idézzük fel hónapról hónapra.
amikor az úrasztalához járulunk, de ennek a Mózes második könyvében lévő szakasznak az olvasmánya, a haftárája, ez a szakasz, amit most én fölolvastam Jeremiás próféta könyvéből. Fontos tanúságokat hordoz ez, és általában Isten igéjének minden sora, talán minden betűje is, ez az, ami miatt a tóra másolók sose javítják az eredetileg hibásan kezünkbe került szöveget, csak megjelölik egy kis csillaggal, vagy egy kis körrel, és alul lábjegyzetben mondják meg, hogy mi lenne az adott szónak a megfelelő nyelvtani alakja, mert azt gondolják, és van ebben ráció, hogy Isten még a tévedésünk által is üzenhet nekünk, és nem baj, ha ilyenkor megindul a fantáziánk, és egy régi-régi 3000 éves szöveg alapján elkezdünk a saját életünkről gondolkodni, mert mindezek azért irattak meg. Nem azért, hogy mi rég letűnt idők, furcsa történetei felett időről időre megálljunk, és megállapítsuk, hogy ez volt régen, és aztán elmúlt. Örök emberi dolgok szólalnak meg ezekben az igékben. És ha már említettem, hogy a heti szakasz most a 8., 9., 10. csapásakor, kis figyelmet fordítsunk erre a részre is. Egyiptomban vagyunk, az olvasmány nem véletlenül egy Egyiptom ellen szóló ítéletes üzenet. A fáraóval állunk szemben, aki játszik az elnyomott néppel, és Jeremiás idejében ugyanúgy az egyik szereplő Egyiptom. Milyen különös, hogy az az ország, amely ellen szabadságharcot kellett valamikor folytatni, hogy a nép el tudja hagyni megaláztatásai helyszínét, most Jeremiás idejében annak a kegyeit keresi a legfelsőbb állami vezetés, és a proféta magyarázgatja, hogy de hát ilyen, ott már jártunk egyszer, hát miért akarunk Egyiptomra támaszkodni újra, ott már sok csalódás ért bennünket, de nem akarnak Jeremiás profétára hallgatni, mert azt gondolják, hogy ez már elmúlt, most újlappal kezdhetünk, és nem lesz semmi baj, pedig Egyiptom nem szokott megváltozni, és Egyiptom annak az állapotnak, annak az emberi helyzetnek és szövetségnek a jelképe, ahol mi mindig csak hólul járhatunk. A politikai aktualitásokat félretéve, a lelkiekre terelve a hangsúlyt is azt mondhatom, hogy a lelki Egyiptom az a sötétségnek a világa, ugye a 9. csapás, a sötétség is, nem véletlenül, ahonnan világosságra kell nekünk jönnünk, és akkor ez most nem a mostani földrajzi Egyiptom, megint újra mondom, hogy a bibliai szövegekben az ember a lelki üzenetet keresi és keresse mindenképpen. Nagyon érdekes a 8. és a 9. csapás fordulata, mert valami megváltozik a fáraó és Mózes vitájában. Mózes az, aki a tárgyalásokat folytatja. Eddig a fáraó egyszerűen könnyedén mindig, amikor jött a csapás, alkudozni kezdett, hogy az úrjon el, lebegtette azt, hogy esetleg akkor visszaadja a szabadságot, játszott azzal, hogy csak a férfiak menjenek, gyerekek nélkül, jó, mehetnek a gyerekek is, de maradjanak itt az állatok, ne menjenek messzire, tehát folyik a húza vonal, hogy ez a politikában megszokott, és Mózes újra és újra visszatér ahhoz a gondolathoz, hogy nem, itt nekik mindannyiuknak ki kell mozdulni ebből a helyzetből, igaz,
ő sem mondja ki, hogy de soha többé nem fogunk visszajönni. Mindketten értik a másiknak a gondolatait is, és most megragadott, újra olvasva ezt a szakaszt, egy kis részlet, amiben az Úr Mózesen keresztül azt üzeni, hogy a változás a korábbiakhoz képest, eddig 430 évig, ebből intenzíven 210 évig a fáradó szolgálták, és most azért akarnak kimenni innen, hogy az Urat szolgálják. Ez a nagy változás a mi életünkben, Egyiptom szolgálata helyett az Úrnak akarunk szolgálni, és ehhez olykor le kell győznünk a félelmeinket, szolgalelkűségünket. Az Urat szolgálni lehet nem vallásosan is. Egy ateista ember is tudja az Urat szolgálni, hogyha az Úr akaratát viszi véghez a hétköznapi életben, amikor a gyengék mellé áll, amikor az igazságot szolgálja, amikor nem gyárt olyan törvényeket, amelyek csak a hatalomnak kedveznek, amikor meghallja a panaszosok szavát, mert ami az Urat felháborította Egyiptomban is, az a megalázó helyzet, az a közmunka, amiben sanyargatták a népet, szolgálhatta volna a fáradt az Urat is, mint ahogy Kürosz is szolgálta az Urat, pedig nem volt a választott népnek a tagja, de az Úr úgy tekint rá, mint az ő szolgájára, mert igazságot cselekedett. Szóval azt akarja az Úr, hogy Egyiptomból kimozdulva neki szolgáljon a népnek. Újdonság és érdekesség a 8. és 9. csapás kapcsán, hogy itt fordul először elő, hogy szóváltásra kerül a sor Mózes és a fáraó közt. Pedig olyan udvariasan zajlott a tárgyalás. És most elkezd a fáraó először fenyegetőzni, életveszélyes fenyegetéseket fogalmaz meg, és Mózes is nagy haraggal távozik a fáraó elől, vagyis megszűnik az a fajta diplomáciai hangulat, amit mindig úgy számon kérnek rajtunk is, hogy akkor is, hogyha kimondjuk az igazságot, hát azt olyan udvariasan kell megtenni, nehogy megharagudjék a zsarnok akár. Mintha nem számítana többé Mózesnek az, hogy a zsarnok megharagszik-e vagy nem, mert ha eddig nem hallgatott a jó szóra, akkor fogalmazzunk egészen egyértelműen, mondjuk ki, hogy az ő uralmának vége. És akkor, ha térjek vissza ehhez a szakaszhoz, az olvasmányhoz, Jeremiás könyve 46. részében, és ebből is megint csak három kis dolgot emeltem ki azért, hogy erre mindenképpen emlékezzünk. A 17. vers az egyik, amikor azt mondja Jeremiás, ha tegyek ez elé még egy mondatot, ami talán még a bevezetés része lehetne, hogy Jeremiás nem csak a saját népének a belső ügyeivel foglalkozik, hanem sokkal kiterjesztőbben a környező népekkel is, éppenséggel Egyiptommal, Babilonnal, tehát amelyek hatással vannak az ő népére, és az üzenet ezeknek a személyeknek is szól. Szóval azt mondja, ebben a helyzetben, amikor az emberek egy része megint előáll azzal, hogy Egyiptomhoz kéne fordulni segítségért Babilonnal szemben, azt mondja Jeremiás, hogy a fáraó Egyiptom királya, a háborúságnak királya elhaladta a rendelt időt. Kicsit nehézkes ez a mondat, mert a Héberben én örülök, hogy így fordítja a Károli, hogy háborúságnak királya. A Héberben ez szájhős jelent. De azt is mondhatjuk, hogy valaki, aki állandóan háborúzik,
aki nem bír nyugtalan maradni, aki mindenkibe beleköt, aki mindenkivel szemben fontosnak tartja az ő egyébként nem igazán használható, de provokatív véleményét képviselni, és azt mondja Jeremiás, efelett elment az idő. Egyrészt ezt mondja, másrészt azt, hogy miközben a fáraónak jár a szája, fájősködik, nem veszi észre, hogy merre felé megy a történelem. Valami ilyesmit akar itt érzékeltetni, ez a mi igénk. Ahogy Jézus sír Jeruzsálem felett, Lukács evangéliumának a 19. részében találjuk ezt, látva a várost sírt, azon pedig nem volt síralmas a látvány, pesgett az élet, a kulturális élet, a vallási élet, a kereskedelem, minden, még a templomban is. Biznisz volt, üzlet volt, mindenhol, és nem biztos, hogy ebben mindenki részt vehetett, de aki részese volt az üzletnek, az élvezte ezt, akkor Jézus megfírt, és azt mondta, hogy nem vette észre a történelmi pillanatot. Azért sír, mert az emberek nem járnak eleget a templomba, hanem azért, mert nem veszi észre az adott történelmi pillanatot, ez a város, és az emberek csatlakoznak esetleg egy szájhőshöz, beállnak mögé, erőt hisznek az ő fellépésében, ő nekik is jár a szájuk, véleményt nyilvánítanak, vadul, csak azért, mert e pillanatban még lábon áll Egyiptom, Jeremiás pedig már látja, hogy pillanatok alatt végezni fog vele Babilon, vele is, mert az ő ideje lejárt. De itt most megint azt mondom, hogy bár a bibliai üzenet csábít arra, hogy megpróbáljuk kiaknázni ennek a politikai üzenetét, mégis azt mondom, hogy a megtérés akadályaként is a bűnnek a nagyszájúsága, gátlástalansága az, ami az embert megingatja abban, hogy vajon tényleg döntést kell hoznia. Mert a világ általában sokkal magabiztosabb és gátlástalanabb a hívőembernek, számtalan fenntartása és problémája van, ez hátránya is sokszor a jó döntések meghozatalát is akadályozza ez a dolog, de a világ olyan magabiztos. Mi hívő emberként is olyan gyakran vendégnek, kellemetlen vendégnek érezzük magunkat ebben a világban, és nem akarjuk, hogy gúnyolódjanak fölöttünk, hogy ajtót mutassanak, hogy ki piszkáljanak azokból a közösségekből, amikben megfordulunk. De ezért van szükségünk erre a profétai szóra, hogy a fáraó Egyiptom királya, az örökké tengelytakasztó, nagyszájú, szájhős ideje lejárt, és Isten soha nem áll a háborúság mellé, és bennünket is arra ösztönöz, hogy minden módon keressük a békességet, mert csak abban születnek jó dolgok. Ez a shalom, ez a békesség, ami Izraelben a köszönési forma, és ez arról szól, hogy igen, el vagyok kötelezve a béke mellett. Nincs az a jó ügy, amit én örök háborúsággal tudok szolgálni, csak a békét akarom megteremteni, annak minden kockázatával, kellemetlenségével és problémájával együtt, amiben beletartozik lustasság, hanyagság és mindenféle egyéb ügy, ami háborúság idején, zaklatottság idején persze nincsen, de a háború felett elment az idő, fegyvereikről kapákat és kaszákat fognak kovácsolni, és nem fordítva, nem a kapát kaszát alakítják láncsává és kardá, hanem fordítva, Isten a békességnek, Isten az én békémet adom nektek, nem háborúságot akarok, hanem békességet. És így kapcsolódik ehhez a következő vers félmondata, ami azt mondja, élek én, azt mondja a király.
akinek a neve seregek ura. Szóval ki a király? Ki a jó? Ki a szép? Ki a nagyszerű? Ki az, akire föl kell néznünk területétől függetlenül? Ki a király? Hát a király a seregek ura, a seregek pedig a logikusan és természetesen Istennek engedelmeskedő világ, fizika törvényei és az élővilág egyéb szereplői is, kivéve az embert, aki csak önként csatlakozik Istennek a seregeihez, de ettől még az Úré a hatalom és a dicsőség. Most imádkoztuk az előbb, hogy tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség. Miért mondjuk el újra és újra? Mert mindig megindulunk ebben. És az országot, a dicsőséget és a hatalmat másnak adjuk gyávaságból, kiszerűségből, vagy mert mi is szeretünk néha nagyszájúskodni. Az itt szereplő nevek, mint Nóf, vagy Noamin, vagy a többi, ezek mind a korabeli városok, ma ha Memphis-t mondanánk, akkor jobban értenék, mert mondjuk Memphis és Téba, ezek a későbbi nevei ezeknek a településeknek, amelyek a kor fontos városai, meghatározó kulturális centrumai voltak, és azt üzenik a proféta, hogy ezek nem tudják megtartani értékeiket. Ha nincs megtérés, ha nincs változás, ha az eddigi szájősködésből nincs megtérés, akkor nem fogják tudni megőrizni magukat az új ítéletével szemben. A másik dolog, amire fölhívnám a figyelmet, a 25. versben található, azt mondja itt, azt olvastuk, hogy megfenyítem Noamint, ez Téba, ez a felső Egyiptom fővárosa volt akkor abban az időben, és a fáraót és Egyiptomot és az ő isteneit és királyait, mind a fáraót, mind azokat, akik bíznak benne, emiatt a mondat végén lévő kis részlet miatt emelkedett ki ez az ige a számomra, meg fölfigyeltem, mindig föl kell figyelni arra, amikor a Biblia fölsorol valamit, mert akkor nem úgy általánosságtan akar a dologról beszélni, hanem a részleteket is érinteni szeretné. Tehát azt mondja a seregek ura, megfenyítem Noamont, a fővárost, a fáraót és Egyiptomot és az ő isteneit és királyait, mind a fáraót, mind Isten azokat, akik bíznak benne. Mutatnám azt is, hogy a nyolcadik csapás az első, ami nem csak Egyiptomot érintette, hanem Izrael fiait is. A többi nem, sőt a kilencedik és a tizedik csapás sem, az utána sötétség és az első születtek halála, de az egyiknél az utolsónál ott ezért tenni is kellett valamit, be kellett kenni az ajtófélfát a bárának a vérével. De a nyolcadik csapás, a sáskáknak a csapás, az érte Izraelt is. Ahogy aztán az Úr a tengerbe, a földközi tengerbe tettek. Azt mondják a Biblia magyarázók, lehet ebben valami igazság, hogy nem akarta az Úr, hogy miután Izrael fiai elhagyják a Gósen földjét, akkor azok megmaradjanak, fák tartalékot jelentsenek. Tehát a ítélet, és ők úgyis elmennek következő napon, vagy héten, akkor már nem fogják leszületelni úgyse ezeknek a fáknak a gyümölcsét, és hát azért vetette a tengerbe az Úr a sáskákat, mert amúgy a sáskák bizonyos fajtái élelmül szolgáltak az embereknek, azt megszállítva, megőrölve, az nyilván tápértékben gazdag eleve volt, Keresztelő János is sáskát és erdei mézet evett. Tehát az egyfajta
letény sütemény alapanyaga volt a szállított sáska, de most így, hogy a tengerbe vetette őket, az úr még ez is elmaradt. Szóval mind azokat is éri a történelmen átvonuló vihar, akik ott akkor jelen vannak. Tehát ha mondjuk egy rossz politikai döntés eredményeként az országot megsarcolják, akkor a hívő embernek is fizetni kell. Ha a háború átvonul az országon, mert esztelenségünkben újra rossz helyre álltunk, esetleg, ne adja Isten, akkor az a hívő embert is fogja érni. Az ukrajnai háború, kérdezünk csak meg Bélát, hogy az éri a hívő embereket is, tehát aki az besorozzák, szintén katonának. Tehát itt nem csak Nóamon, a fáraó és Egyiptom istenei, vagy népe szenvednek, hanem azok is szenvednek, akik akkor jelen vannak, de itt az ige még csak nem is ezt mondja, hanem ennél sokkal többet, amin megint csak érdemes elgondolkoznunk, hogy mind azokat, akik bíznak benne. Szörnyű ítélet a hívő népen, amely vak, az, hogy esetleg támogat valakit, aki nyilvánvalóan Isten igéje elleni magatartást követ, és ezt új történelmi iránynak gondolja. Fölmondja azokat a korrektségeket, amelyekről Biblia nyilvánvalóan megmondja a véleményét. Azokat az értékeket, amelyek örök értékek. És Isten népe olykor bízik Egyiptom isteneiben, Egyiptomban. Mondtam ugye az elején, hogy Egyiptom nem egy konkrét földrajzi történelmi valóság, mindannyiunknak megvan a magunk egyiptomi problémája, Egyiptomhoz fűződő kapcsolataink, vagy a város, mondom, ami felett Jézus sét, abban a pillanatban egyfajta egyiptomi valóság volt. Mert emberek nem az Úrban bíztak, hanem azokban, legyenek azok formálisan fölkent lelki vagy politikai vezetők, akik akkor irányították az ő életüket. És ezek a személyek mindig lázadásnak és hazárulásnak akár nevezik azt, ha valaki kritikus, ha valaki más véleményt képvisel, ha valaki fölszólal Egyiptom ellen. És azt mondja az Úr, hogy jó, tessék, csak nyugodtan lelkesedni Egyiptomért, és utcára vonulni, és bejegyzéseket tenni arról, hogy csak így tovább. Lehet. De én meg fogom fenyíteni Egyiptomot, és vele együtt mindazokat, akik bíznak benne. Miért bíznánk emberekben, kérdi másutt is az ige. Miért nem az Úrban? Miért nem olyan súlyos és fontos számunkra mindez az erkölcsi érték, amit Isten igéje képvisel? Miért nem kell nekünk az a gyenge Isten, a gyengék mellé álló, irgalmas Isten? Tegnap este egy kis csoport kivonult a parlament elé, és mécseseket gyújtottak azokért, akik megfagytak kint az utcán, vagy akár saját fűtetlen lakásukban. Van köztük egy 11 éves kisfiú is, borzasztó ez a történet. Elhangzott, hogy 11 éves a legfiatalabb, és 91 éves a legidősebb. Milyen hosszú időt élt azért, hogy 91 évesen kihűljön a saját nyomorúságos lakásában, szerencsétlen ember, és 150-en haltak meg az elmúlt, nem tudom én, másfél hónap alatt talán itt Magyarországon. És fölvetődött, elhívtak engem, hogy én imádkozzak ott velük azokért, akik megfagytak, hogy kihűltek utcán, vagy saját otthonokban. És arról beszéltem
nekik, hogy többek között azért kell hangosan imádkoznunk, hogy halljuk, hogy mit beszélünk, és hogy közben átjárjon bennünket az a meggyőződés, hogy nem a láthatatlan Istennek kellene csodálatos módon beavatkozni a világ dolgaiba, hanem ahogy a középkori zsidóság és az ő nyomunkon Aquinói Tamás is mondta nekünk, úgy kell élnünk, mintha Isten nem lenne. Nem szabad ő mögé bújnunk, és azt mondanunk, hogy a világban sok baj, nyomorúságban Isten miért nem csinál valamit. Mert mindent megadott ahhoz, hogy mi csináljunk valamit. Mi csináljunk valamit, hogy ne így történjék, hogy ne halljanak meg az emberek az utcán, de ehhez határozottan kellene fellépni az ellen, hogy ne kerüljön be az épített környezetről szóló törvénybe, rendeletbe az, hogy 150 ezer forinttal büntethető az, aki egy turisztikailag kiemelt területen elalszik. Így mondják, hogy életvitelszerűen tartózkodik. Tehát a nyomorú nem azért teszi ezt, hogy bennünket bosszantson. Mit teszünk mi? Azért, hogy ne bízzunk Egyiptomban, hanem bízzunk az örökkévalóban, milyen nevetséges pici kockázatot vállalunk azzal, hogy Egyiptom megharagszik, mint mondom, ahogy Mózes bementén a fáraó elé azt tapasztalja, hogy a fáraó most már ilyeneket mond, hogy még egyszer ide ne kerülj a szemem elé, amikor újra itt leszel, meghalsz, és akkor erre azt válaszolja Mózes, hogy igen, jól mondtad, nem fogunk többé találkozni. Szóval, kitől félünk mi a fáraótól? Vagy félünk az örökkévaló Istentől, aki mind a testet, mind a lelket elveszítheti, és mindazokat, akik a fáraóban bíznak, ugyanazzal az ítélettel fogja megtalálni, mint Tébát, mint Egyiptom isteneit, királyait és a többieket. Mi Egyiptomnak ez a különösen is nehéz ítéletes magatartása? Az egyik, amiről újra és újra beszél az ige, ez a furcsa önhítség, nem akarja megalázni magát. És a másik dolog, hogy elmondja a gyöngét, szabadságában korlátozza. De nézzük a harmadik dolgunkat, ami nem kevésbé nehéz része a 27-28. Versnek, ami egy nagyon kedves, vigasztaló üzenetként indul. Te ne félj, ó én szolgám Jákob, és eredtel Izrael, mert én megszabadítalak téged messziről, a távolból is, és visszatér Jákob, megnyugszik, békességben lesz, nem lesz, aki megijessze. Ne félj, mert én veled vagyok. Véget vetett minden nemzetnek, akik közül kivetettelek téged, ó, de jó. De boldogan hallgatjuk mi ezt az üzenetet. Ámen, mondjuk. Erre, nem tudom, tudjuk-e, hogy az ámen a hitnek a szava a Bibliában. Az ámen az ámenből a Neemán név is származik, ami hívőt jelent. Hűségest, megbízhatót, tehát teljes szívünkkel odaállunk most az Úrnak emelni az ígérete mellé, ha nem lenne a végén az a kis hideg zuhany ennek a szakasznak a végén, hogy véget pedig nem vetek véget, hanem megverlek téged ítélettel, mert nem hagyhatlak teljesen büntetés nélkül. Nagyon kellemetlen. Miért rontja el az Úr ezt a vigasztaló üzenetet ezzel a félmondattal itt? Miért kell, hogy időként körmöst kapjunk, nyakadást kapjunk,
időnként azt mondják, hogy na akkor, ha így csináltál, akkor nem mehetsz el. Hányszor hallottam gyerekkoromban ezt, hogy akkor nem mehetsz focizni, vagy valami ilyesmi, mert nem hagyhatnak büntetés nélkül. Szóval az a baj velünk, hogy olyan nagyon el tudjuk engedni magunkat akkor, amikor nincs háborúság. Olyan szívből jövően tudunk fogadkozni és megígérni mindent akkor, amikor rajtunk van Egyiptom keze, tisztán látunk mindent, és így mondja az ige egy másik helyen, hogy ha ölte őket, akkor buzgón keresték az ő arcát, az ő akaratát, és mihelyt lazult mindez, és gondtalan végesség következett be, akkor kezdtünk el csúszni és feladni az értékeket. Mikor Jézus a magvető példázatát mondja, akkor a tövisek közé esett mag sorsa kapcsán arra figyelmeztet bennünket, hogy ugyanaz a probléma jelenik meg a nyomorúságban lévő embernél, az élet gondjai miatt aggodalmaskodó embernél, mint ami a túlzott gazdagságban élő embernél mutatkozik. Az élet gondjai vagy gazdagság családsága. Tehát ugyanaz a csapda a sok pénz, mint a nem lévő pénz is. Tehát valakit kiment az úr a nyomorúságból, elkezd szépen meggazdagodni, és ugyanúgy elfelejti az urat. Tehát én adok békességet nektek, de ha megint kezdődik előről minden, akkor valahogy visszajön az, ami olyan rossz volt az egyiptomi elnyomás idején. Soha nem szíve szerint veri és szomorítja az övéit, mondja az ige. Olyan nagyon lázadozunk ilyenkor, és persze, hogy így van, hiszen nem jó büntetés alatt lenni, és az ember minden porcikáját tiltakozik a szabadság korlátozása és a fájdalma ellen. De Isten áldott ki is a próbatétel, ahogy Tóth Árpád ide egy gyönyörű versében. Isten veszelje, ha már a testi fenyítés ugye ma már tilos, ezért át kell értelmeznünk ezeket a bibliai kitételeket is. Van másfajta korlátozó, vagy büntető lehetőség, nagyon helyesen, és sajnos nem hagyhat teljesen büntetés nélkül bennünket az Úr azért, hogy ne nyújtsuk ki a kezünket a rosszra. Nem szűnik meg a gonoszok pálcája az igazak részén, hogy rosszra ne nyújtsák ki kezüket, mondja az ige. Tehát, ha valaki szidalmaz minket, ha csúnya dolgokat ír a Facebookon, vagy valami egyéb, ami ellen nagyon szoktunk ágálni és küszkölni, és elég aljas dolgokat szoktak, nekem is, nem is nézem igazándiból a dolgot, hát ez mind arra való. Hogy el ne bízzuk magunkat, és olyanok ne legyünk, mint a fáraó, nagy szájúak, beképzeltek, és magunkban bízók, olyanok, akik nem akarják megalázni magukat, és akik elnyomják a gyengébbet, vagy irgalmatlanok benne szemben. Isten áldjon meg bennünket, hogy okuljunk a régi történetekből, hogy megérítsen bennünket Isten szent igéje, hogy tudjunk szakítani Egyiptommal, a mi Egyiptomunkkal, és legyen sokkal nagyobb súlya a király akaratának, mint a fáraónak, mint Egyiptom királyának, mint földi halandóknak, akiket gyengeségből, gyávoságból könnyen követünk. Amen. A 32-es ének első versét. Thank you.
poharat is vette, a vacsora végén állat adott, és ezt mondta, igyetek ebből mindnyájan a pohár, az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedtétek. Azért nem emlékezett ebbe, mert valamennyiszer eszitek egy kenyeret, és isztek egy pohárból, az Úrnak a lálát hirdessétek. A hajdani Mózes második könyve 13. részében említett társadalvacsora egy konkrét út előtti utolsó vacsora is volt, utolsó vacsorának Jézus utolsó útja miatt nevezzük, vagy amiatt is, de ugyan így a pusztába való elindulás előtti vacsora is volt ez, és mindenki ehetett belőle, aki a szabadságot igényelte. Ez a szabadság emlék vacsorája is volt, és ezért hívunk szeretettel mindenkit, aki részt akar venni, aki jelezni akar a maga számára, és a világ felé is, hogy a szabadságot választja, de ennél asztalának a vendége. Megkezdett ének második verse alatt. Anna a neve, a jókája közvetíti egyelőre, reméltük, hogy halljuk az ő hangját, de majd talán egyszer. És kérdezzük, hogy apukája is ennek a kislánynak itt lesz, Péter, vagy? Nem, ő most közülésen van. Nem baj, őt üdvözöljük szeretettel, akkor Henriette és Annával fogunk beszélgetni, akkor Anna fogja az édesapját helyettesíteni. Nagyon jó. Említem azt is, hogy szerdán hatulat a videóra, és egyébként pedig a jövő héten, mint említettem, már az egy hétre beszélünk úgy Kócsik Júlitól itt, és talán azt szeretné, ha itt nyugodnak. Itt talán a nyugalmat között, és aztán mindenkit szeretettel várunk meg erre az alkalomra, és álljunk az áldásra. Isten népe, álljon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját,